Köszöntöm Önöket Gülbaba Türbéje melletti kiállító térből, annak is a második terméből, mely az mutatja be, hogy hogy nézett ki egykor egy dervis kolostor. Ugyanis Gülbaba Türbéje mellé nem csupán temetkeztek az oszmánok, hanem szerzetesek is telepedtek le, és egy dervis kolostort alapítottak. Hogy is nevezték ezeket a dervis kolostorokat? Számos elnevezésük volt, ezek közül az egyik legelterjedtebb, az arab eredetű tekke kifejezés, de szokták perzsa eredetű dergiák vagy aszitáne néven is őket említeni. Gülbaba a bektasi rendhez tartozott, és a bektasik általában a városfalon kívül szoktak letelepedni. Így volt ez Buda esetében is, ahol a budai városfalaktól északra az egykori lőporgalom városrészre telepedtek le, és alapítottak egy kolostort, vagyis tekkét. Hogy néztek ki ezek a tekkék? Ugye a legkorábbi tekkék általában a medreszék tértípusát szokták átvenni, a medreszék pedig iskolák vagy oktatási épületek. Egy udvart képzeljünk el, mely körött általában oszlopcsarnok található, és ezt veszik körbe azok az a helységek, ahol ugye a szerzetesek éltek, illetve imádkoztak. A magyarországi épületek esetében általában ilyen egy kertben több pavilonból vagy épületből álló épület együttesből álltak a tekkék, azonban ezek nem egy elszigetelt épületet alkottak, általában oktatási helyként is működtek, illetve utazók számára biztonságot adó szálláshelyként is. Most itt a kiállításon láthatunk néhány tárgyat, mely egy ilyen kolostorban is található lehetett. Ezek közül a rózsavíztartó, a füstölő és a gyertyatartó azok, amelyeket itt be tudunk mutatni. De a szerzetesek nem kizárólag imádsággal foglalkoztak, ezek a helyek általában vallási vagy rituális, művészeti tevékenységeknek is otthont adtak. Itt a következő vitrínben láthatunk néhány olyan tárgyat, amely a kalligráfia művészethez kapcsolódik. A kalligráfia művészet is egy speciális ága az iszlám művészeteknek, és a szerzetesi közösségek is foglalkoztak ezzel. Itt nem maga a végeredmény, hanem az alkotás folyamata, és ennek a rituális elvégzése volt a fontos, és ezek közül az egyik legérdekesebb tárgya szeretném felhívni a figyelmet, ott van egy sündisznó tüske, amelyel szintén írtak egykor a szerzetesek. Nem csupán a szépírás vagy a kalligráfia művészet kapcsolódik hozzájuk, hanem a zene, illetve a költészet is. Itt mellettem néhány olyan hangszer található, amelyeket a szerzetesek rituáléjukhoz is használtak. A különböző ütőhangszerek mellett a pengetős hangszerek, illetve a fúvós hangszerek is szerepelnek. Fúvós hangszerek közül be szeretnék mutatni egy hosszú furuját, egy úgynevezett nejt, amelynek a hangja a leginkább kapcsolódik ezen szerzetesi közösségek rituáléihoz. Hogyha képzeletben ellátogatunk belső Anatóliába, Konya városába, akkor ott egy nagyon fontos szerzetes és tanítónak a síremlékét láthatjuk. Ő nem más, mint Jalal ed-Din Rumi, vagyis Mevlána, és az ő síremléke mellett látható egy olyan csobogó tűz, egy úgynevezett szelszebil, amelyen a víz több medencén keresztül csorog le, és aztán utána tűnik el az alatta lévő medencében. Itt Gülbaba türbéje melletti csobogó kút is az ő, vagyis Jalal ed-Din Rumi-nak a kútja mintájára készült.